Szerintem nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani, mert a Szeged ellen kívülről biztosan jobbnak tűnünk belülre. Ez nagyon férfias volt szerintem az egész mérkőzés. Tudtunk tempót is diktálni, meg a Szeged is tudott tempót diktálni. Szerintem nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani, úgyhogy itt végén. A Barcelona elején bravúrotok, az dobott a csapat lendületén? Hogyan látod? Mert tényleg ez egy óriási bravúr volt, hogy kint Barcelonában nyerni tudtatok. Most nyilván egy héttel később, vagy nem tudom pontosan hány nappal később egy nagyon nagy ellenféllel játszottatok itt a bajnokságban. Hogy jöttetek ide? Hogyan érkeztetek ide? Igazából maximálisan fölkészültünk, tudtuk, hogy tavaly elveszítettük itt a mérkőzést, és ezzel buktuk is az alapszakaszt elünk, szóval ezt nem szerettük volna, hogy még egyszer előforduljon, azért úgy is jöttünk ide, hogy tényleg, mintha a bajnokságot ez a meccs dönteni el, szóval ezért is tudtunk a meccs után örülni, hogy ezt a két pontot ezt meg tudtuk szerezni, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos ez a két pont számunkra. Most, ahogy láttam az elmúlt egy évben, vagy naptár évben, azért elég sokszor játszottatok itt. Voltam 8 egymás elleni meccsetek volt, de javíts ki, hogyha tévedek, és abból 6-ot itt játszottatok. Emellett most a válogatottnak az edzőprogramja is itt volt. Meg lehet szokni ezt a helyet, vagy hogy érezted magad most itt? Pont itt nyilván a Robiékkal, meg a többiekkel, a Roliékkal, a Ricsiékkel, mindenkivel poénkodtam erről, hogy múltkor hazai pályán játszottam a Pik Arénába, és azért tudtam itt edzeni, többet tudtam, mint egy-két játékos, szóval nyilván tudjuk azt, hogy milyen jó itt a hangulat, hogy szeretünk is idejönni, hiszen tényleg egy jó hangulat a Bíró Aréna ez. De azért a Veszprém Aréna jobb hangulat? Nyilván ott jobban szeretünk játszani, és főleg hazai pályán, hiszen tényleg azért mindenki jobban szeret otthon játszani, és kiváló is hangulat. A szurkolóitok azért elég szép számmal itt voltak, kint voltak és támogattak titeket, nekik esetleg üzensz valamit, vagy milyen volt az ő támogatásuk? Igazából nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy pénzt és energiát fordítva utaznak velünk mindig és szurkolnak, ezt próbáljuk a jó játékkal meghálálni, és remélem a többi mérkőzésen és a szezonban tudnak majd jönni.